mozikba izé felkerült a netre az Emma Pont, ami a népszerű és örökérvényű Jane Austen regény legújabb feldolgozása. Előjáróban elmondom, hogy én nem olvastam a könyvet, és egy korábbi feldolgozást sem néztem meg, szóval teljesen first timer szemmel szemléltem a dolgokat. Nézzük, hogy milyen. A történet szerint Emma egyedül él tehetős édesapjával nagy házukban, egy hatalmas birtokon, és ez neki teljesen meg is felel, nem akar beházasodni sehova, mondhatni emancipálódik. Érted? <laughs> Inkább kerítőként képzeli el az életét, és folyamatosan barátnőinek igyekszik párt találni. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem, tehát a szándék a lényeg igaz. Ám mint az várható volt, egy napon csak csak rá talál a szerelem, de vajon képes lesz a barátai érdekeit félretenni a sajátja érdekében? nem olyan egyértelmű. A játékidő a szintiszta szűk két órájával teljesen rendben van, szépen komótosan folydogálunk, a cselekmény végig, helyel közzel érdekes és tökéletesen ötvözi a drámaibb, valamint humorosabb pillanatokat. Meglehetősen könnyed, szórakoztató darab ugyanis ez a film, és a drámai él is csak néha-néha üti fel egy icipicit a fejét, akkor sem fognak szívek összetörni, maximum a filmben. A 19. századbeli settinget én személy szerint imádom, korszak a társadalmi berendezés mindig jó rácsodálkozni. A bálok, a vacsorák, az arisztokrácia bemutatása, imádom. És itt jegyezném meg, hogy lenyűgözően színvonalasak voltak a kosztümök és a díszletek is, amikben nem szégyellem, hogy konkrétan szerelmes vagyok. A képi világ csodálatos, a fényképezés a maga puritánságában tudott lenyűgözni. De ami megadta a kegyelem az az elképesztő zene, ami David Schweitzer és Isabel Waller Bridge kezemunkája. Ebből hallhattatok részletet az intro alatt is, engem elvarázsolt és szíves öröm térnék hozzá vissza, mert ahogy az előbb is mondtam, egyszerűen ezek a dallamok elvarázsolnak. Amit meg kell jegyeznem, hogy akinek mindezek nem vonzóak, az valószínűleg baromira fogja unni az egyébként ennyiben kimerülő filmet. A cselekmény ugyanis inkább csak látszat, miközben a korszakot szemléljük és a korrajzot elemezgetjük. Így lesz hát teljes a kép, már csak egy dolog hibádzik. A rendezés. Ami viszont képtelen túlmutatni egy korrekt iparos munkán, egy tisztes középszeren. Autumn de ha nem csak ismerősen, ne csodálkozzatok, mert nekem se. Eddig javában rövid videókat és tévéfilmeket jegyzett, ez pedig meg is látszik azon, hogy nem sok mindent tudott hozzátenni az alkotáshoz, talán hiba volt egy ennyire kezdőre bízni a feladatot. Az legalább kiderült, hogy nem ő lesz a következő Tarantino vagy Chris Nolan. Állítólag ez a darab nagyobb változásokat eszközölt az eredeti mű cselekményéhez és mondani valójához viszonyítva, ám ezeket ítélje meg az, aki tisztában van az eredetivel. Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Anna Taylor-Joy nekem a széttörve plusz üvegkombó a nagy kedvencem, egy nagyon különleges arcú, egyedi szépségről beszélgetünk, aki mindezek mellett még elég sok tehetséget is csillogtat. Az alapvetően jó szándékú, mégis gyakran arrogáns és önző Emma megformálását pedig elképesztően jól vitte végbe, magát a nézőt is végig penge táncoltatva táncoltatva, egyszerre tudjuk utálni és szeretni. Kíváncsian várom, miben tűnik fel legközelebb. Itt ugyanis simán vitte a hátán a filmet, úgyhogy gyakorlatilag jelenet sem volt az ő jelenléte nélkül. Johnny Flynn volt az ügyeletes szőke herceg fehér lovon, és az alakítás a teljesen rendben is volt. A kémia pedig elegendő fokozaton égett a cívódó szerelmes pár között. Csak sajnos ez a része a filmnek kicsit később bontakozik ki. Jó lett volna több huncut jelenet, több mindenből, ami ez a páros. Két mellékszereplő érdemel még említést. Gemma vilántén tényleg csak egy szóra, akit a trónok Harca járájáként ismerhetnek a rajongók, de itt van a humorfelelős Bilnái is, akit mindig nagy öröm látni, bármiben felbukkanni. Szokás szerint király volt, és alig volt egy-két mondata is momentuma, de egyértelműen ő a legmókásabb pillanatokat. A humor pedig egyébként teljesen jól sikerült a filmben, erősíti a könnyed hangulatot, kicsit megkacagtat, de semmi igazán komoly. A többi mellékszereplőt név szerint nem említeném, de igazán színes, bohókás és érdekes alakok tűnnek még fel, akik nagyon sokat hozzáadnak az összképhez. Nos, ennyi. Illetve olybá tűnik a végéhez értünk. Az Emma Pont egy igazán kifinomult, minden részletre maximálisan odafigyelő, díszleteit, kosztümeit és dallamait igazán megcsillogtató korrajz, ami kifinomult humorával és könnyed stílusával a cselekmény könnyű szerel ellaposodó mi volta ellenére is elrabolja nézője szívét. Mindez köszönhető az Anna Taylor Joy által remekbe szabottan megformált, szeretlek gyűlöllek mesgyén táncoló alakításának, ám a korszakhoz mindenféleképpen tében érdeklődve kell fordulni, hogy fél óra után nem Akart kikapcsolni. Na csá. Nem sokára újra tali. Addig is mindenkinek jó filmezést kívánok! Sziasztok!